A Tündértó titka című előadás, amelyet a Kislaptáros zenekar vitt színpadra, több mesét foglal magában Timafi László néprajzkutató gyűjtéséből. Valóban létezik ez a Fölsővörös fűzes Cikola határában, hát ez most Dunaszigetté egyesült, ez a párfalu. Ez most is megvan, és valóban megvan a medermaradvány, és direkt beazonosított a műholdas fotóról. Tényleg ott van még mindig az a tündértó, sajnos víz már nincsen benne. A szigetközi monda szerint a tündértó varázserővel bírt, amelyet a környéken élő hölgyek ki is használtak. Nos, hát azt mesélték még a Laci bácsinak az akkori idősebbek, hát ő ugye olyan 10-es születésű lehetett, tehát ezek az asszonyok, akiről szó van, vagy lányok, hát szerintem a két háború közt még ez tényleg szokásban volt, hogy kijártak a lányok, fiatal asszonyok, és anna nap utáni holtölte éjjel megfürödtek a tündértóba, mert azt tartották, hogy akkor ők szebbek lesznek, szebbek és egészségesebbek lesznek, mint voltak, és azért lesznek, akiket ők szeretnek. Az elmesélt történetek között hozzájuk illő népdalokat énekeltek a szereplők. Igyekeztek minél több elemet belevinni, hogy a legapróbb nézőnek is folyamatosan fenntartsák az érdeklődését. Ezért van benne ének, van benne egy kis tánc, a meséket is próbáljuk feldobni, tehát hogy ne csak ugye meséljünk közben, hanem van vetítés, nézhetnek közben képeket. Tehát minél színesebben közben kiszólunk a gyerekeknek, kérdezünk, visszakérdezünk, ismerik-e ezt a mesét, vagy láttak-e már ilyen állatot, amiről éppen szó van, vagy bármi, ami éppen a mesében előfordul. A Kislaptáros zenekar meg volt elégedve a premier előadás sikerével. Egy kicsit aggódtunk tőle, mert azért ebben elég sok mesés rész van, tehát olyan rész, amikor mesélünk, és gyakorlatilag csönd van a színpadon, csak egy mesélőnek a hangja hallatszik, esetleg néhány kép látszik, és azt is nagyon szépen vették, odafigyeltek rá, úgyhogy ez nagyon tetszett. A mozgalmasabb részeknél pedig, akár csak a nagyok, végig tapssal jutalmazták a zenészeket. Az ismertebb népdalokat együtt is énekelték a szereplőkkel. Elmutatni újra zöldül a sajtjás, a hűtlen babám helyett megint akad más. Vízen járok, nincsen zárt, hogy nincsen part, ladikol, ha ölelem a rózsám. Az a részt tettem, amikor beleugrott a tovva a lány, és azért tetszett, mert szép lett tőle, és a fiú kimentette. Nagyon jó volt. Tetszett a díszlet, meg a hátul közben, amit vetítettek. Amikor a kislány beugrott a tóba, az volt a kedvenc részem. A végén természetesen megtudták a gyermekek a tündértó titkát, sőt, a szórakozás mellett megtanulhattak pár szigetközi mondát és népdalt is.